képét. Új időszaki tárlatot tekinthettünk meg a Szikra Galériában. A képzőművészet kedvelők a tiszakécskei nemzetközi művésztelepek anyagából láthatnak válogatást, nem is akármilyent. Ezt úgy érthetjük meg igazán, ha ismerjük a tiszakécskei önkormányzat művészetbarát szemléletét. A település, melynek polgármestere is ellátogatott a megnyitóra, 800 darabos gyűjteményt tart fenn az említett művésztelep alkotásaiból. Ebből került most Jászberénybe 26 mű. Ennek a szűk metszetnek a kiválasztását és a kiállítás elrendezését Gyalai Béla festőművész vállalta, aki ezzel szeretett volna méltó módon megemlékezni a művésztelep alapítóiról. Úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy azokról megemlékezzünk, akik ezt az egész művésztelepet elindították. Mert hogy számomra ez hihetetlenül fontos kérdés, hogy adjunk nekik méltó megemlékezést. A művész egy 1980-ban írt újságcikk segítségével kalauzolta körbe alkotóról alkotóra, képről képre a látogatókat, bemutatva a 40 éves, a városától finanszírozott nemzetközi művésztelep sokszínűségét. Főként az alapítókra, illetve a mostanában a földi léttől elköszönt alkotókra koncentrálva. A tiszakécskei és a Kécske környéki táj és a táj élmény mindenképpen itt van. Áttételesen vagy közvetlenül. Ugye... Vannak olyan festők, akik direktbe festenek, ami azt jelenti, hogy kiülnek a szabadba, és képet készítenek. Nem azt mondtam, hogy másolják a látványt, mert akkor ez nem művészet. De mindenképpen a látvány az indítatás. A látvány vezeti a kezüket, hogy képé varázsolják a látványt. Tehát egyrészt ezt lehet itt látni. Másrészt van egy ilyen szürrealisztikus világ is, amit végeredményben a Würcz Ádám képvisel, a Sinkó János képvisel, és valahol az én világomban is természetesen benne van. Tehát igen sokrétű a szemlélete, de minőségben is vannak itt különbözőségek, ami nem baj, mert ez természetes, hogy van, aki magasabban van, aki kevésbé magasan van, de mindenki törekszik a tökéletesen. A tálat megnyitó igazi kuriózuma volt, hogy Sas Dániel zongora művész jól felépített klasszikus zenei hangulatainak tetőfokán állejtő tangó improvizációt játszott az eklektikus képzőművészeti élmény kiegészítéseként. A válogatás a Tiszakécskei Nemzetközi Művésztelepek Anyagából című kiállítást november 10-től 27-ig tekinthetjük meg a Szikra Galéria rendezvénytermében.